Az edzőváltás után megindult felfelé a tabellán az Eto Szese a férfi kézilabda NB1B nyugati csoportjában. Miután Rosta Miklós Deák István váltotta a kispadon, az együttes legyőzte a bajnokságban a Tatát és az Alba Régiát, a kupában túljutott a tatai csapaton és helyt állt az élvonalbeli Vác ellen. Most a Pécs következett, egyértelműen azzal a szándékkal, hogy egy újabb győztes meccsel felzárkózik az Eto a közvetlen élbolyhoz. A mérkőzést a zöldfehérek 6 ponttal a 7., ellenfelük 4-jel a 12. helyről várta. Deák István vezetőedző dolgát nehezítette, hogy sokáig nem számíthatott a gólerős Szabó András játékára sérülés miatt. Szerencsére az átlövő most vállalta a játékot a Pécs ellen, és a találkozó első szakaszával a csapat vezére tudott lenni. Az Eto első 8 találatának felét ő szerezte. A félidő közepén 11-4-re, a 30 perc végén pedig 15-8-ra vezetett a hazai csapat. A második félidőben is megmaradt a lendület és állandósult a nagyjából 10 gólos különbség. Az utolsó 10 percben már csak az volt a kérdés, mennyivel nyeri a találkozót a Győr. A végén ugyan közelebb került a Pécs, de a siker nem forgott veszélyben. Az ötfejrek újabb fontos 2 pontot szereztek, ezzel feljöttek a közvetlen élmezőny mögé a tabella 4. helyére.